Üdvözlök újból mindenkit ebben a GTA fogocska bujocskában, ahol senki nem fog tudni semmit a másikról, hiszen kikapcsoljuk a térképet és a játékos neveket. Anno ezt a videót több mint 3 milliószor néztetek meg, amit még most is képtelenség felfogni az én kis agyamnak. Úgyhogy most is 3 kört fogunk játszani, az egyik itt a forgatás helyszínén lesz, a második ennél az építkezésnél, és a harmadik az egész városban lesz. Ilyet fogsz kapni, nya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 ny
a 30 másodpercetek van elbújni. Azonban én nem tudom GTA-zni. Kész vagyok. Az a jó, hogy Alexnak óvatosan kell lennie, mert rendőrökkel van tele. Jó, letelt az idő, aki bújt, aki nem, én megyek. Kikérdeztek? Mindjárt meglátod te. Olyan jó álmokutó szedben vagyok, ezt ha meglátod, befosol egy. Összesen 4 bújó van, Gábor az egyik, aki instant felvette egy áruhát, amit látjátok. István felmászik a tetőre és beveti a nagy parkőrsz kijeit. Jó van, valaki nem tud bújni, úgy hallom. De én az baj, nem értek a GTA-hoz, azt sem tudom, hogy kell alapfunkciókat csinálni a játékban. Dragon bevegyült az NPC-k közül a lakókocsikban, és hát Zümi, ő felmászott a legmagasabb pontra, ami ezen a területen van, és amint látjátok, mindenki rendesen felkészült az outfitekből, hogy majd gyengé spatkány módra el tudjanak bújni. Hát akkor te jöhetsz fegyvere, akkor mi nem lehetünk kézrás ellene? Hát csak bújó vagy, mit nem értesz, hogy bújj? Hát de én gyilkolni szeretek, nem bújkálni. Ugyebár ki van kapcsolva? Ki van kapcsolva? Térkép. És a nevek a fejük fölött, úgyhogy itt senkiről nem tudunk semmit, akár NPC-nek is álcázhatják a többiek magukat. Szerintem ez itt Zümi, bár... De közben, mint megfigyeltem ezt az úriembert, István fölöttem ezen a parabolán egyszerűen szerencsétlenkedett. Aznak sikerült, akkor most mit csinál szembe? Hát részeg vagy? Én sem hiszem, hogy így az elején csak egy ennyi választott el, hogy meg ne találjam. Úgyhogy mivel nem hallottam semmit, ebből tovább mentem és folytattam a vadászatot. Ez itt valaki? De csak ide. Na jó, nem, ez egy NPC. Hova lehet itt menni, te jó is? Egyik őtök se álcázza NPC-nek magát? Nem mondjuk meg, hát ez milyen bújócska vár. De igazából István és Dragon nagyon is NPC-knek álcázták magukat, miközben Gábor és Zümi ezerrel kempeltek. Én látok valakit amúgy. Egy lószerkóba látsz egy ember? Most látom, aha. Most is látod? Á, tudom, kit látok. Egyrészt nekked, mert nem fullos még a HP, így gondolom nem találkoztál senkivel. Szia, Alex! What? Hallod, Alex, az RPG-vel itt kell menjkedni, nem a legjobb dolog, nem érzed? Hol a p***ba vagy? Mi van, az Assassin's Creed? Az ott valaki volt? Kaptam egy csillagos körözést ennek érdemében. De mit röjöksz, láttál engem? NPC-k azok nagyon rohannak el. Hallod, Alex, azért Assassin's Creed játszó, látsz? De honnan látsz? Á, borzalom. Kezdje táncolni, segítek. Hé, azért ne robbangassunk már, óvatosan, jó? De kezdtem nagyon megunni, hogy a tető környékén csicskáztatnak engem. Épp ezért pozíciót váltottam, amilyen gyorsan csak tudtam. Eközben István sejtette, hogy felé haladok, és megpróbált ő is valamit változtatni. Ügyesen, óvatosan. De a többiek azok nagyon komfortosan érezték magukat, de nem sokáig. Ez így nem lesz jó, átráltatok a melóba. Mi a rendőrök velünk vannak? Na jó, az azért durva. Ennek örömére elcsoltam egy rendőrautót, és elkezdtem lecsekkolgatni a lakóautókat, mert nem tudom, olyan egyszerű búvóhelynek tűntek, és csodának csodáján Dragon az egyikbe ott kempelt. Mi ez a zsernyák itt? Ki van itt bent? Hallám! Na ki ez vajon? Ez ki az? Ez ki az idáj? Mi az? Ezt nem lehet ellőni! Yes! Végre valaki! Dragon kiesett. Mert amúgy azt hittem, igen, azt hittem, hogy egy normális rendőr, tehát nem úgy, hogy te vagy benne. Azt mondja, mi ez a zsernyák, közben én voltam. Mert akkor én csak kereshetek? Így van, mostantól Dragon a segédem lesz. Behoztunk egy ilyen új kis szabályt, hogy akit megtalálok, az szabotálhatja a maradék bújókat. Ez azt jelenti, hogy infózhat nekem, keresheti őket, akadályozhatja őket, csak nem ölheti meg. Az továbbra is az én dolgom. A többi szabály ez az, hogy nincs több szabály! Halál! Valaki adja meg Alexnek a helyzetét. Ha a part fele mész, akkor az északkeleti irányban van egy tetszik. Északkeleten 3 csillagos körözésen. Nem állsz oda föl, ne, oda nem állsz föl, na, ez... na, nem állsz föl. Jó, ott nézelődjétek kis Assassin's Creed. Levont a játékba ezek $85 tőle. $95. Hát az adó! Pontosan így van, az a nem feliratkozók adója. István jobban teszi, ha lecsekkolja, hogy fel van iratkozva a csatornámra, és akkor elkerüljük az ilyen félreértéseket is. Jobban teszed, ha te is lecsekkolod, mert lehet azt, hogy fel vagy iratkozva, de közben nem vagy. Alex, de béna vagy. Já. Mi van? Mész a tetőn egy kört, hogy legyen egy körelőnyöd? Vagy mit szeretnél? Amúgy igen, egy ilyen kis apróbetű szabályzat. Akármilyen módon meghalsz, meg vagy. Igen, mondta ezt Alex, majd pontosan 4 másodperc múlva ez történik.
Oké, ezt nem látta senki. Igen, tehát leesel magasról, mert azt, hogy meghalt a végén. Megázott már a sapkám is, basszus. Csurom, víz vagyok. Oké, akkor egy sapkás ürgét kell keressek, jó? Halla, de István, adok ötlejt, ha segítesz. Az be ötlejt, nekem nem pénz, és gírosz már ettem. Én adok egy hitet, ha fizetsz. Én megvehető vagyok. Na de eközben én szvattosnak akartam álcázni magam, István pedig egész egyszerűen hoddogárusnak, azt a micsoda búvóhely. Itt az volt a bal szerencsénk, hogy egyikünk tervese akart összejönni, mert Dragon pont a hoddogos kocsi mellé futott, és hát amint látjátok, István professzionálisan álcázta magát, ezért hát le a lebukás szélén volt. Aha, ez itt ki? Alex, merre vagy? Követek folyamatosan valakit, szerintem az István lesz az. Nem tudom, hogy vennék egymás után. Ez nehéz lesz leírni, most tetőre megyünk fel. De ez a követés az nem, szabad István, így tudja Alexnek találni. Felmentjük az egyik tetőre. Na, nem ér megölni. Az, úgy mondta. Ne! Tudja azt, hogy... Na az az! Az s**ták! Nézzük, megpróbáltam megölni a csatlósomat. Hát azt meg lehet. Arról nem volt szó, hogy azt nem lehet. Gábor, egy. Az így egyre rosszabb, Zümi. Na jó, akkor Zümi is Gábor maradt, akkor István te is csak segíteni szabad. Jó, de akkor kapásból trók valakit a csóval. Jó, hát akkor menj oda, infózzál. Ott, ahol lelőttél, te s**t. Hát nem tudom, ott, ahol lelőttem is már, ott senki nem bújt. De tény is való, hogy Zümi is és Gábor is végig különböző tetőkön kempeltek. Meg sem mozdultak, csak ott röhögtek magukba. Egész végig dekkoltak. Igen, na hol van? Segíts már, hol vannak? Ott fent? Jó, oké, meg fel. Aha, megvan a Zümi, tetőn van a Zümi. Mi? Lecsúsztam! De halott, ledobott konkrétan. Júj, na hát akkor ez van, az első kört Gábor nyerte. Gábor, hol voltál? Nézd, így kapta ki mindenki. Alex, ledobott a semmi. Így visszanézve a felvételt, igen, egyet értettem, hogy ez nagyon fura volt, viszont na, ez van, de idézzük Zümit, amit pár perc ezelőtt mondott. Tehát leesem magasul, mert meghalt a végén. Na de akkor itt is lenne a jelenlegi pontozás, Gábor vezetés egyelőre Dragon van leghátul. Következő helyszín szerintem még viccesebben sikerült, itt a város közepén az építkezés. 30 másodpercetek van, én itt számolok. Ha meg egy bujok, az nagyon feltűnő. Az érdekel, hogy ki hiszi el azt, hogy azt a kört megnyeri egyáltalán. Senki szerintem. Ne legyetek már ilyen lelkesek ember, ha hol van az az energia, amit az első körbe adtatok? Akkor se volt semmi energia. Kioltottad, amikor megöltél. Energia ide vagy oda, de én elindultam mészáról. Van két daru a helyszínen, na a Dragon az egyikre felmászott, Zümi csak úgy lazán a foszni deszkát mögé búj, Gábor azt a taktikát választotta, hogy lespanol az NPC-vel, és István, hát ő megkerült az építkezést és a spamra figyelőzött. Nem tudom, mi volt a terve őszintén. Én most lehet, hogy nagyon durván bejolózok egy spotot, de ha valaki ide búj, és egyből erre gondoltam, akkor sajnálom. Szerintem Alex megmász az egyik daru. Zümi, ezt a cheatet ki tudod kapcsolni, légy? De látsz engem valahol! És felért! És itt van nálam! Futás! Lejtő emlőzők! Miközben Zümi el akarta hitetni, hogy ő is a darun van, pedig nyilvánvaló, hogy nem volt. A másik darun Dragon élvezte a műsort, de egész egyszerűen a felvételek magukért beszélnek. Jó. Ez nagyon rossz. Jó. Nem baj. Szegény Dragon. Az a vicc, hogy én másik darúval szembe voltam, és néztem, hogy Alex mászik fel, le akartam ejtőernyőzni, de a karakterem beragadt valahova, és kicsúszott. Jó, ezt a sírkövet ráírjuk, és aláírjuk, és akkor minden happy lesz, jó? Jó, megegyeztünk. Na jó, akkor te is most attól szabotáltad a meccset, keressél te is emberek. És nem tudom, hogy te milyen ruhában vagy, várjál, az nem jó. Nem számít. Ha látsz valakit, ordítasz. Hát látok két embert is, de nem tudom, hogy melyik. Ez de ki a fasz? Hallod, Alex, ne álljál! Igen, ez Gábor volt, István nem ismerte fel, viszont Gábor is pont olyan pozícióban volt, hogy Istvánból is csak pár pixel látszott, szóval valószínűleg nem vette észre. De mindegy, is István befosott, és úgy döntött, hogy a spawnon az egyik kocsiba egyszerűen bebújt. Látszik a fején, hogy mennyire megvan elégedve önmagával. Daru aljánál, itt fut valaki! A daru aljánál! Gábor, hagyd békén! Nem, most már nem, most ahol kezdtünk, ott van. Ahol kezdtünk, még mindig itt van, próbál leütni. Be kell szarni konkrétan, István szem előtt akciók történtek, és ő végig telefonozta. Hát nagyon egy izgalmas játék. Játékos, nem? Ez az? Ez jó? Ez egy NPC. Most befutott a épület alá. Épület alatt van, középen. Dragon, engedjen! Szeretlek! Jó, én nagyon összejövök zavarodat, szóval lehet jobb vagy a fontosabb infókat fontos. Most van a másik darunál. Itt van a konténer mögött, most visszafut. Épület kezd épülni, baszki. Nagyon nehéz leírni amúgy. Hova tűnt? Halad, eltűnt. Szia! Ez is valaki. Igen, ez tényleg valaki. Kettő ember is itt van. Ezek hát össze viszlel. Miért engem követsz, ne? Hát mert egy helyen vagytok, hát visszafutsz hozzá folyamatosan. Ez Alex. Jó, ez... Na jó, ez Alex volt egész ég, de...
munka! És azt mondja, két ember is indult! Ezt az akciót István végig telefonozta, szóval nézzetek meg, hogy az ő szemszögéből hogy nézett ez ki. Azt hogy beszartam. De érted, megvárja, hogy mondogassuk az infót, és közben ő az! Valaki itt ül az autómba, valaki az autómba ül. Itt van a híd alatt, mármint az épület alatt. Kifutott megint a kezdőhelyre. Ne mondjatok össze-vissza mindent, csak tartsátok szem elő, jó? Hát kellett István magára hozza a bajt, ugyanis a kocsi után nem talált szinte semmilyen jó helyet, ugyanis mikor itt a kukáknál sétáltam, a képernyőm sarkában megláttam valamit. Én nem tudom, én láttam valakit, csak nem akarom felfedni a kilétem. Az ott valaki! És István volt az kezdve, jaj. Akkor ezt a kört Zümi nyerte. Jó! Diadalmaskodok azzal a két ponttal. Itt is lennének akkor a jelenlegi pontszámok. Következzék az utcsó és mindent eldöntő kör, ami a legkeményebb lesz. Mert az első két kör csak bemelegítés volt, ugyanis most az egész városba fogunk bujkálni. Pontosabban megcsavarjuk a játékot, és egyedül én leszek a bújó, és mindannyian ti lesztek a kereső. Nem, hey! És amelyik őtök engem megöl előbb, az 10 pontot kap. Jó, indítom a stopper órát, Alex. Tudtátok csendesebben épp kiverni. Mi? Na jól van, vegyük úgy, hogy ezt nem hallotta senki. Baszki, nincsen tervem, az a baj, nincs tervem, most jövök rá. 5, 4, 3, 2, 1, indul a mandula. Ott csapott be a villám, Alex. Azt a rohadtam, hogy kajak ez. Alex, ott jelzi a villám, kapjátok! Milyen villám? Hát, azért egy egész városban. Amint látjátok, egyszerűen Dragon rendőrautónak átszázta magát, és úgy keresett. István mentőautóval volt, és talált egy másik mentőst, és nem tudom pontosan miért, de nagyon gyanítottam, még belsejbe is benézett. Tényleg nem tudom, mi járt a fejébe, azt gondolta, hogy betegnek tettetem magam, és bemásztam a mentőautóba, vagy mi? Na mindegy, Gábor szépen haladt lefelé a tengerpart felé, és Zümi úgy döntött, hogy a város közepén bejolózza ezt a dalit. Hát, nem voltam itt. Ez nem érzett, tű a színak az abban. De én annyira félek, hogy egyedül érzem magam. Tényleg az a baj, én nem is tudom, melyikek vagytok, mert én sem látlak titeket. Ugyanis nekem nem volt semmi tervem, konkrétan itt járkáltam össze-vissza, és csak dekkoltam, mint egy szerencsétlen. Figyelj, annyit mondok, nagyon szép ez a táj. Hajnal, nagyon szép ez a táj. Hát figyelj, ez a táj az bárhol lehet szép. Várjál, ez a táj az... Aha. Jó, nincs a striptease klubba, ha ez segít valakinek. Szép a táj! Szép a táj! Hogyha például azt mondanád, hogy egy farmon van. Én sem tudom, hol kéne kimenni a városba. Aj, de István, mondtuk, hogy csak a város játszik. Város, az nem farm, jó? Hát ez amúgy sokat nem segít, csak annyit, hogy nem a móló. És tippétek, ki van a mólón? Hát én. Itt fekszik egy csöves, Alex, meg vagy? Ezt akartam pont mondani, lehet, hogy csöveseknél van. Tudta, hogy itt van valamelyik lakásban. Annyit elárulok, hogy aszfalton vagyok. Hát ez nem volt nagy segítség. Aszfalton a város 97%-a. Szép a táj és aszfalt. Az aszfalt az mit jelent? Autóval vagy esetleg? Mert valaki érdekesen elment itt. Ott megy valaki nagyon. Ez itt ki? Annyira ijesztetek az ilyen, ez itt ki. Nem viccelek, tényleg kezdtem beparázni, hogy itt volt az ideje normális taktikát kiszülni, nem csak ilyen bénán NPC-nek álcázni magam. Kezdtem azzal, hogy átszíneztem az autómat, de mivel jó fej vagyok, adtam még egy hintet a srácoknak. Város közepe körülbelül. Nagyon jó, én meg a világ végén vagyok. De mintha tudnám is, hogy hol a város. Hát tudom, mi ez a város közep. El akartam menni egy nem feltűnő kecóhoz, ahol egy kicsit meghúzhatom magam és lenyugodhatok, amikor egyszer csak ez történt. Nem tudtam ezt hova tenni. Van egy jó technika. Úgy érzem, jól sokáig fogunk szenvedni. Oké, én nem tudom, mit láttam az előbb, de ez fura volt. Ó, van egy tippem, baszki. Van egy tippem. Ó, hello, baby. A helyzet kezdett nagyon forró lenni, és szépen lassan mindenki közeledett felé. Zümi és István össze is futtak, és majdnem baj lett abból is. De István. De István az ilyen semmi. Ez tuti nem Alex vagy? Tuti nem Alex vagyok, meg Alex, nem ilyen. Biztos megnézhetem a nevedet? Nem tudod megnézni. Miért hívsz telefon? Kapsz 10 eurót, ha adsz nekem egy hintet. Szerinted nem hallják a többiekhez? Halljuk Discordon, István! Nem utod meg! Nem titkolok semmit! Miket neki meg minden autónak, hogyha nem magyaráz, akkor... Hát ezt a taktikát Zümi el is felejthető, ugyanis megtaláltam a spotom, leparkoltam az autón, kinéztem magamnak egy helyet, ahol egy kicsit meghúzhatom magam, de ekközben István boldogtalankodott a pálya másik felén. Mi a fasz? Te szőnyeg, what the fuck? Jó, nem ér. Mi? Nem értek a játék mechanikához! Látok meg. István megbalt, kiesett. István kiesett. De ez meg! Pirosan jelezte a célkeresztet. De István, hogyha nem értesz a játékhoz, az nem
világ. Hát a pirosan jelezte, hát embereknél ez nem mondtátok ezt nekem. Mit? Mit kéne mondani? Hogy nem csak az emberek, a játékosokat jelzik ki pirosan. Kieste István, kész! Na kérünk egy hintet. Innen látom a Los Santos Custom táblát. Pont itt vagyok. Látja a táblát. Én a világ végén vagyok ahhoz képest. A poén az volt, ahogy Gábor ezt kimondta, Zümi méterekre volt tőlem konkrétan. Megtalálta a leparkolt automat is, innen tényleg csak pár lépésre voltam, de úgy látszik nem fogott gyanú, és egyszerűen ignorálta. Nem hittem el. Mit láttam én? Szappanautót? Nem tudom, hogy... Hé, hey, ne lőjé! Te voltál, Gábor? De jó, kilőtted az autóm kerekét. Valahonnan lövéseket hallottam, nem tudom, ti voltatok. A srácok tényleg hemzsegtek körülöttem, csak egyikük se gondolt arra, hogy annyira egyszerű búvójen van, hogy egy virágcserép, ami eltakar. Oké, ott egy rendőr, az nagyon furcsán elhajtott a többieket. Aha, jó van. Visszajön mi a... Jó, hogyha mondod. Az ki az? Gábor, neked van lyukas gumit? Tuti kamuzik. Nem kamuzok, hallottam a körcölő hangokat. Csak nem tudom, hogy hogy néz ki. Ez ki itt? Az én vagyok. Ó, oh, faszom! Nem ismersz meg? Nem, hát, de csak egy színpillanatra láttalak. Itt kell legyen valahol, hát itt mondta, hogy látta a rendőrautót. Így is van, pontosan ez a virág mögött bujkáltam, csak hát nem látszottam ki, így nem vett észre senki. Meghalok, hogyha leúgy? Ajaj. Ó, oh, nem haltam meg, hú. Amúgy én is ugyanre csináltam. Ennie hetek amúgy? Tehát csak itt lehet enni, vagy nem lehetek? Egy, csak ne dögölj, vagy hogy dögölj meg igazából. Neked az a lényeg, igen. Na jó, viszont meguntam a kempelés, ruhát váltottam, és gondoltam, hogy az autómba beülök, és máshova elfurikázok. Hallottad a kerekem csikorgását? Nekem ez volt a gyanú. Jó van, a púzusom kicsit kezd visszajönni. Hát igen, jól láttátok, az autó seggébe kaptam egy golyónyomot, Gábor szemszögéből ez igazából csak így nézett ki. Ki ült narancsárga Mini Morrisban? Valaki rám lő? Nem hiszem el, Alex, valaki... te voltál autóban? Igen! Nem hiszem el, hogy ő volt! Mini Morris keresünk! Mivel lőttél rám, te? Majd elvesztettem. Azt itt hallok, koppan az autó egyet. Nagyon gyors a kocsit fog cserélni, úgyhogy... Itt van az a hülye autó, itt van az autó, itt van meglőve. Már autót cserélt. Érted? Láttam, hogy az autó szusz. Érted? Ahogy kimondtad, hogy ott a golyónyom, úgy cseréltem le. Ez itt kicsoda. Csak nem. Kicsoda? Kicsoda? Hogy megy ez az... Szia, Alex! Bizú! De az a baj, motorral van így, hogy rázzam le! Látom, akkor megvan! Láttam Gabira! Hol vagytok? Jó van, nem ugrott fel! Nem! Nem, 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 nem! Nem! Ott van! Ott van! Nem voltál abban a hülye autóban, nem a barna Mini Morrisban. Érted, egy sikátorból megyek át, és úgy látsz meg. Na de ha nem elég, hogy Gábor vezetett ezzel a körre, még plusz 10 pontot is kapott, így megnyerte ezt a fogocska bujocskát. Nyereményként küldtem egy fotót a Gáborról a barátaimnak, és megkértem, hogy hát gratuláljanak neki. Na nézzük! Congratulations, Gábor! Congratulations, Gábor! Congratulations, Gábor! You are the best! You win nothing! Exactly nothing! Congratulations, Gabor! Hello, this is Steve. Everybody, put your hands up. You win nothing. Exactly nothing. Nem tudom, értetted a szöveget. Értetted, nem nyertél semmit. Ha-ha! Egy képük a Gáborot, bármikor előkaphatja a kis kis***jek rában. Na jó van. Alex, nagyon szépen köszönöm, most elmegyek k***ra. Nagyon szívesen, egészségedre.